Ezek a képek még tavaly készültek a matematika érettségin Győrben, idén azonban kérdéses, hogy májusban le tudják-e tenni a vizsgákat a diákok. Nincsenek könnyű helyzetben, ugyanis jelenleg a hét elejétől érvénybe lépett a digitális oktatás. A tanárok különböző felületeken tartják a kapcsolatot tanulóikkal, akiknek a kiadott feladatokat online kell visszaküldeni egy meghatározott időn belül. Horváth Péter, a győri Révai Miklós gimnázium igazgatója elmondta, nagyon fontos, hogy a gyerekeknek ne boruljon fel a napirendjük. Az iskoláknál és talán aztán később az óvodáknál is először ki kellett alakítani a kollégákkal azt a munkarendet, amiben dolgozni szeretnénk, hiszen az nagyon fontos nekünk is, és a diákoknak is, hogy legyen egy jól felépített napirendje, legyen egy terv legalább egy hétre, hogy mit szeretnénk elérni. Ez egyébként a távoktatásban egy rendkívül fontos dolog, hogy a gyerekek is tudják azt, hogy mi az, ameddig el kell jutni, még hogyha bizonyos értelemben ők is oszthatják be az idejüket. Az iskola igazgatója hozzátette, nehéz ez a helyzet, hiszen mindenkinek alkalmazkodnia kell a másikhoz. Javasolta továbbá, hogy minden pedagógus a számára legkönnyebb platformon vegye fel kapcsolatot diákjaival. Én azt látom, hogy nagyon különböző formákat használnak a pedagógus kollégák, van, akik videóbejelentkezéseken, Skype-on tartják a kapcsolatot. Azt gondolom, hogy azért az, hogy 45 perces videóórákat tartsunk, ez talán én nem javasolnám még a felsőbb éveseknél sem, hiszen ehhez az kell, hogy a családban mindenkinek legyen gépe, ahol testvérek vannak, nem biztos, hogy erre van lehetőség, és meg tudják így oldani. De minden esetre nyilván mindenkinek picit alkalmazkodni kell a másikhoz. Az intézmény vezetője azt is elmondta, nagyrészt pozitív visszajelzésekkel zárult a tanárok és diákok részéről is az első online hét. A visszajelzések alapján azt látjuk, hogy a diákok nagyon kedvesek, nagyon megértőek. Nagyon jól fogadták azt, hogy látják a pedagógusokat, hogy meg akarják tenni, még ha ez akadozik is egy kicsit. Tehát tényleg azt gondolom, hogy az a fajta bizalom, hogy ti értünk vagytok, mi értek vagyunk, együtt kell valamit elérni, ez nagyon jól működik. A diákoktól is azt érzékeljük, hogy egyrészt hiányzik nekik az iskola. Hogy ebben a tanévben visszaülhetnek az iskolapadba a diákok, azt még nem lehet tudni, azonban az érettségi vizsgákat idáig még nem törölték el.